Sziasztok, Vitya vagyok, és üdvözlök titeket ismét a Turmoil-ban. Ezt a részt az előző után egyből veszem föl, mert nagyon rá vagyok pörögve most erre a játékra, úgyhogy haladunk is tovább. Nézzük a Land Auction-t, hogy hova tudunk menni. Ez pont kijön 3 napból? Vagy 3 évből? Nem, ez 5 éves lesz. Vagy 4. Ez mondja 1, 2, 3, 4. Igen, úgyhogy a következő részben még mindig ezen a szigeten leszünk. De nem baj. Nem baj, mert nagyon jó. Hova menjünk? Úgy érzem, hogy ez lehet még a legjobb föld. Oda én akartam menni, kedves Daisy. Gyönyörű. Szerintem ez egy jó föld lesz. Következő a stock aukció. Jó, ez most mehet, ennél itt most 12-nél többet nem vagyok hajlandó adni. A 3-ért adtam 16 valamennyit, most a 2-ért nem vagyok többet adni, nem vagyok hajlandó többet adni 12-nél. Valami hülye lehet, megveszi többért. Megvettük, srácok. Gyönyörű. Gyönyörű, annyi pénzünk, hogy szórhatjuk 2 kézzel, így. Így még kitrénybe szórjuk ki a pénzt minden stokra. Ha megszerezzük az 50%-ot, akkor igazából megvagyunk. Illetve, hát érdekes módon nem elég, hogyha mondjuk van neked, mit tudom, 45%-od, és a többieknek meg már 10-10-10-10 elosztva, mert akkor igazából már nem tud utolérni senki. Meg kell lenni az 50%-nak, akkor megvagy, és onnantól még ugyanúgy megy tovább a játék. Viszont már te vagy a mayor, tehát már mindenképpen nyertél. Nem tudom, hogy akartam valami példát hozni, de nem igazán jutott eszembe semmi, amit tudnék venni. Na, azt mondja, timer, silo size, width, hogy gyorsabban nyerjük ki az olajat. Timer. Ezt menjünk a Daphnéhoz, hogy hátha. Kyle, mit ajánlasz? 99-nél 6600, jó, no. Ez annyira nem jó. Azt mondja, oké, nem lesz pillage fine, 700-ért megoldottuk. Ez nekem egy kicsit drágának tűnik, de végülis az előző is megtérült bőven, mert 50 000-et kinyertünk az előző földből, amit nem is értettem. Tehát, hogy eddig, ha eddig jártunk volna a Daphné, most nem 41 000-ünk lenne, hanem 74 millió dollárunk. Valószínűleg nem. Én egy kicsit mindig túl nagy számokat mondok, mindegy. Van 41 000-ünk, kell valamit fejlesztenünk igazából. Több ló egyelőre nem kell. Na, a timer-re sincs szerintem olyan túl nagy szükség. Nem tudom, csak azért, hogy vegyünk valamit, azért nem akarok venni, úgyhogy igazából mehetünk felőlem. Hát tegyük is le a Dowser-öket, azonnal. Itt 99-nél nem fog lejjebb menni a lefting. Ne ott találjatok már, baszki. Hát nem igaz. Erre tanítottalak én titeket. Wow, nem találtam el elsőre. Úgy érzem, hogy még csak közel sem voltam. Na, oké, ott van, megvan. És ide kezdjétek el eladni, folyamatosan oda fogunk eladni, mert bár itt 98-as, 99, ide adjátok el. Ez közelebb van. És már el is ment 98-ra, úgyhogy kezdjük el ide eladni. Egy kicsit szomorú vagyok, hogy itt kezdték el találni az olajat, és nem itt, mert így elég messze van. Na és itt a tiéd hol van, tesó, azt mondjad. Neked anyád vízzel főz, vagy ez hogyan van? És remélem itt nagyon lent találta meg, mert akkor ne ütközol... Anyádat! Hát nem igaz. Na most mit vettem meg? Ezt akartam megvenni, lehet, hogy eddig nem volt elég pénzem, és most megint nincs elég pénzem. Úgyhogy srácok, jól lenne kicsit gyorsabban eladni. Egy lovat... 2 lovat vettem, hol a másik? Ja, ezek így egymás mellett mennek? Fasza. Kicsit belepörgetünk akkor, hogy legyen elég pénzem ahhoz, hogy ide bele tudjak fúrni. Köszönöm szépen. Úgyhogy most van bőven olaj. Lesz itt bőven olaj, úgy érzem. És ide kezdjetek el adni. Nagyon jó lesz. Szerintem ez most nagyon jó lesz. Bár most egy kicsit sokat baszakodtam ezzel az egésszel. Ez ki is fogyott, úgyhogy teszünk le Dowsert. És egyelőre ezeket még nem fejlesztem, mert... Na, ott lett találva valami, az nagyon jó. És ott is lett találva valami. Remélem beletalálok. Hát annyira nem. A szkennőrrel ezt is megnézzük, hogy itt hol lehet. Környéken. Ott is van, ezt inkább innen húzom ki ide. Egy fokkal jobb ötletnek tűnik, mintha... Így nem biztos, hogy szkennőrözni kéne. Hát ez egy az egyben beletaláltam volna. Nincs erre elég pénzem, ez elég szomorú. Mindjárt elhullajtok pár könycseppet. És most már van. Na és akkor kezdjük el kinyerni az olajat, de nagyon gyorsan. Például ezt. Ezt még nem tudom fejleszteni, nem baj, semmi gond, most már tudom.
Oh shit, spirits lesz. Spirits people lesz, gyerekek. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Jaj, most egy kicsit túl lett nyomva az egész. Gyorsan adjatok el, légy szíves. Ajjaj, meg kellett volna venni a timert és túl korán upgrade-eltem, igaz? Ebbe mindig belefutok, ebbe állandóan belefutok. Ja nem, nincsen spirit find igazából, úgyhogy semmi gond. Na, nagyon vagonokat húznak most, úgyhogy teljesen jó, nagyon fasza, ennek nagyon örülök. Na srácok, ez most egész jó megy, azt kell, hogy mondjam. Menjek gyorsabban is, vajon? Szükségünk van nekünk most arra? Szerintem egyelőre nincs. Menj, menj, ne légy, egész nap ez a mocskos légy itt. Öpülőket, nem tudom, hogy én vagyok megőrülve, vagy ti is látjátok, úristen, meg a hangokat is hallom. Nem, egyébként nem, szóval köcsög légy állandóan itt van, és szopat. Arra keltem, hogy rászállt az orom hegyére. És nyomta egy kis délutáni szunyát, mert gondoltam belefér. És arra kelek, hogy ráröpül az orom hegyére, bele a számba, meg... Fúj, undorító. Undorító, azt kell, hogy mondjuk köcsög legyek. Mármint nem én, hanem a bogarak. Hát ha... Túl megyek rajta? És nem, pont nem megyek túl rajta, de szép, de jó, de szép. És most minden lovunk ide koncentrál, úgyhogy nagyon jó. Gyorsaságot nem is biztos, hogy feltétlenül meg kell venni. Mert most van annyi kocsink, mint a szar, vagy két szar. Viszont nem vagyok határtalanul elégedett ezzel a földdel, mert elég sokat tudtunk kinyerni belőle, vagy... Szóval elég keveset tudtunk kinyerni belőle. Te légy, hallod, ha nem mész el, innen kiírtam az egész családot. Hát nem hiszem el. Letettem még két dowser, de nem valószínű, hogy találnak bármit is. Sőt, kifejezetten úgy néz ki, hogy nem találnak semmit. Ami nem jó. Ami nagyon nem jó. Igazából ez még ki lesz innen nyerve. Kinyerjük innen az oxigént. Ebből nem jöttek be olyan pénzek, amire, mint amire én számítottam. De nem baj, legalább a bónuszok meg lesznek. Hát ezt most X-el végigpörgetem igazából, mert... Ezt még talán gyorsan kinyerjük. Még a vízből az oxigént. Ezt a poént nem tudom, hogy szorosítom el az elmúlt két részben. Na, el lett minden adva. Nem, még nem. Még te menjél, csak nyugodtan. Most lett minden adva. Szép level, és tényleg nem volt több olaj. Viszont ott volt egy gyémánt, ami... Igazából annyira nem fontos. Na, most azért Ricardo talált jó kis olajat. Viszont mi még mindig jobban állunk. Menjünk is először a Land Auction-re, és nézzük, hogy... Egy 29-es földet találtunk. Úristen. Akkor inkább jöjjünk ide. Úgy érzem, hogy ez lesz a jó föld. Ne vegyétek el tőlem, köszönöm szépen, szerintem ez jó föld lesz. És ráadásul meg tudtuk venni 2000-ért, úgyhogy nagyon olcsó hozzájutottunk. Menjük a Stock Auction-re. 2%, tehát akkor most megint tartom a szabályt, hogy 12-nél nem adok többet, érte? 12-nél nem adok érte többet. És megnézem, hogy mennyire akarják megvenni. Mennyire akarják és mennyiért. Hát rohadjak meg, ennyiért megveszem. Hú, hát eddig még bőven többeket adtam érte, mint amennyit ér. Hát 8400-ért lett megvéve. Ej, de buta vagyok, na mindegy. Fejlesztés szerintem megint csak nem kell. De tartogassuk a pénzünket a Stock Auction-re. És van 7%. Oké, okay, két darab Dowser, ahogy már megszok. Nem mentünk be Daphnéhoz. Jó, nem baj. Nem kapunk ide összeroppanást. Jól vagyunk, jól nézünk ki. Inkább jól vagyunk. Egyelőre jó. Egyelőre jó, csak nem tudom, hogy a te olajad meg hol van. Oké. Király, hát ezt nem árulj el sehova, annyi biztos. Teszünk ide egy silót, mondjuk nem tudom, miért nem tettem közelebb. És faszabár, ott mennek fel az árak, nagyon jó. Ott kezdjétek el árulni, nagyon gyorsan. Igen, és ennyi pénzünk. Aha, oké, értem. Viszont elkezdtétek árulni addig. Bosso, rossz nem fog származni. Nem mentünk be Daphnéhoz. Pedig eddig csak pozitívum származott belőle igazság szerint. Hú, de szép árak vannak. Ott meg jobban? Ott nagyobb árak vannak, ott sokkal szebb árak vannak, oda áruljunk. Ez az, gyerünk, erről van szó, gyerünk, menjünk oda. Minél többet. Nem biztos, hogy teljesen kihasználom a lovaimnak a kapacitását. De nem gond... Úristen, ennyi tallért én még nem is láttam. Az igen, srácok, szinkronban vagytok. Csak úgy nagyjából hozzávetőleg, hogy hol lehet a tiéd. No. Még lejjebb. Hosszám még lejjebb, igen.
Ott is találtál valamit? De szép, de szép, de szép. Visz lehet, hogy szkennerrel kellett volna megnézni. Miért árulok oda? Úristen, miért árulok? Megnézzük szkennerrel, hogy mi van itt. Úristen, szerintem ez egy egész jó föld lesz. Egy egész kellemes kis darabka föld lesz. Kicsit túl jöttünk rajta, nem baj. És neked itt mit van? Ezt is megnézzük szkennerrel, mert miért nem néznénk meg szkennerrel. Ó, Jézus, drága atya, úristenem. Ezt itt azonnal fejlesztem is. És leteszek még egy silót, mert úgy néz ki, hogy nem fog nagyon itt a... Nem fog itt hirtelen növekedésnek indulni az olajár. Ami rossz, nyilván. Ne szórakozzatok, már légy szíves. Ez túl lett vállalva egy kicsit. Jó, nem. Itt nagyobbakat, nagyobb vagonokat húzzatok, ez a lényeg, ez a lényeg. Mondom, most lesz egy pár tallérum, a silókban is egész sok van. Szerintem legalábbis, most már nem. De ez itt nagyon jó, teszünk még le Dowsert, hát ha találnak még olajt. Nem örülnék, hogyha ennyi lenne a max olaj. Köszönöm szépen. Az biztos, hogy valahogy itt lent lesz, mert máshol nem lehet. És nem ott van, valaki viszont még mindig talált. Inkább megnézem szkennerre, mert most van elég pénzünk, viszont kezdetek el ide árulni. Úgy. Nem mentünk be Daphne, ez most nagyon bosszant. Ez eléggé bosszant. Ó, úristen, ez mekkora! Nem mondom azt, hogy anyád is azt mondtam ezt az előző és visszorsítottam már el, hogy szerintem már egyáltalán nem vicces. Ez most rossz flow, de ez mindjárt kiürül. És a tiéd meg ott van, baszki, nem is láttam. Láttam, mert fogyatékos vagyok. Fogyatékos. Nem tudom, hogy ez nem vicces, elnézést kérek mindenkitől, aki esetleg bántva érzi magát ezért. Én nem fogok fogyatékos poénokat lőni, viszont több olaj meg biztos, hogy nincsen. Bizony. Ami nem fasza, viszont nagyon rossz. De nem baj, mert szerintem egy egész... szerintem itt kiúzok még egyet. Erre szerintem szükség lesz, hogy ezt itt mint időben ki tudjuk nyerni. Szerintem. Baszki, esküszön teszek még le lovat. Oké. Itt nem lesz pillage. Itt no pillage no. De baszki, valahol el kéne adnom. Jó, kezdjétek el itt árulni, mert ez megy fölfele. Úgy. Ne legyen spillage. De hogy van spillage, amikor egyből odaérünk? Hát nem igaz. Hát akkor menjetek gyorsabban, most az 1000 tallér az nem tétel. Gyerünk, ez az, menjetek. Ezt még innen ki kell nyernünk, azért megy bele kettő, mert... Jó lenne az egészet kinyerni. Jó, 30 000. Igen. Közben áruljatok oda, mert ott erre jóval nagyobbak az árak, jobbak az árak. Na vajon kinyerjük december előtt? Úgy néz ki, kinyerjük, igen. De volt egy kis spillage, fine. Vagy volt egy kis spillage, azért még meg leszünk büntetve, de semmi gond igazából. Igen, minden olaj el lett adva. Oké. Volt még olaj, nem volt olaj, mennyi a spirit fine, 2100, az teljesen jó. Igazából bónuszokból majdnem visszajött, úgyhogy megint nagyon jó pénzt sikerült összegeberálnunk. Milyen földet kaptunk, azt mondom, hogy 38, teljesen jó. Kíváncsi vagyok, hogy szerintem ez a kettő föld itt annyira nem jó. Annyira. Úgyhogy én szerintem ide fogok jönni. Ha olyan nagyon drágan akarjátok adni, akkor lehet, hogy nem. Még ennyit talán hajlandó vagyok kiadni érte. Jó, hát Ricardo sok sikert azzal a földdel, szerintem az egy halom fos, de majd meglátjuk. És akkor menjünk a stock auctionre. Ez az előző részben is bejött valami új dolog. Ennek nagyon tudok örülni. 1%-ért megy. Hát ennél egy olyan... Akkor, ha reálisan nézzük, egy olyan 4000-nél többet nem nagyon fogok adni. Meg ez igazából 1%, tehát igazából... Beleülhet az 1%-ába az, aki megveszi. Téd. Ricardo, üljél bele az 1%-odba, ezért mondom. Ezért mondom, közben nem találom az egeremet. Én már megint elfejtettem, most egy napot csináltam, vagy kettőt. Szerintem már kettőt csináltam. Ez valahol valami, ez az ujjamon számolni fogom innent, hogy tartani fogom fel az ujjamat. De szerintem ez most két nap volt, úgyhogy megyünk még egyet. Kell valamit fejlesztenem. Esküszöm, ezt a timert megveszem, mert a tököm ki van. Azért. Mondjuk Daphnéhez, na Ono, mit tudsz árulni? 84. Van-e jobb? Ez nem érdekel. Szaszadék, igen, ja, oké.
50% Spirit Fine le fog kerülni, hogyha hát most 200-ért ezt megvettem, szóval esetleg lesz Spirit Fine, akkor most a fele lesz csak. 84, jó, legyen. Legyen. Hogy állunk pénzügyileg és fejlesztésileg, azt nem is mutattam az előző részben, most megmutatom. Bőven sokkal jobban állunk, mint ők. Úgyhogy hajrá. Let's go, kíváncsi vagyok, hogy meg tudom-e majd venni az összes fejlesztést. Nem hiszem, hogy igen. De majd kiderül. Ott már találtál is valamit, nagyon szeretlek, havertesó. Havertesó csávó faszi. Jó, Riggs will now take even longer to spill over. Oké, tehát még tovább fog tartani az, hogy... anyádat. Oké. Biztos vagyok benne, hogy lesz lejjebb is valami. Úgyhogy... jó az a csőt, jó helyen van az a csőt. Nagyon jó helyen van. Ezen is túlmegyek? Nem, ezen pont nem megyek túl, nagyon jó. És kezdetek el ideállulni nagyon gyorsan. Úgy, mehet is. Itt elég gyorsan ki lesznek nyerve, úgyhogy teszek még le Dowsert. Remélem van itt mégis nem egy szarföldet vettem már megint, mert annak nem fog örülni. Hopp, ott már van is valami találva. Oké, nem ennyi volt, úgyhogy nagyon jó. Oké, menj. Hogy neked anyád vízzel főzett be, 100%-ig biztos vagyok. Oké, scanner. Hát ez valószínűleg még lejjebb lesz, úgyhogy ezt most nem fogjuk tudni megtalálni. De ha valami kőbe fogsz akadni, akkor meghalok. Jó, nem akad kőbe, nagyon jó. Komolyan mondom, emberek, mi van itt? Mi van itt? Áruljatok gyorsan, úgy. Jó kis áron. Meg lett véve, nagyon jó. Hol vannak ezek az olajok, amik ti arról annyit beszéltek? Csak mert rohadtul nem talál. Fél centit kellett volna még lejjebb vinni, rohadjak meg, nem hiszem el. És a tiéd hol van, kisfiú? Teszünk még le lót. Mert a ló az jó. Jó ló, az jó ló. Ez, esküszöm, ami ilyen... egy kis idézet is lehetne simán innen, ez lesz a címe, a jó ló, az jó ló. Nem tudom, hogy ez mennyire vicces. Valakinek biztos. Majd elmondom anyukámnak, hát ha röhögni fog. De hogy is ez elég gáz lenne. Az a kérdés, hogy ennek a te olajat hol van? Ott van, persze, hogy megint fél centi hiányzott. Jó helyre árulom, nagyon jó. Hopp, ott találtunk még egyet, mondjuk az remélem, hogy nem gáz, vagy itt még nincs gáz. Nem, itt még nincs gáz. Jó, kinyerjük az olajat egy kicsit gyorsabban innen. Ne folyjál már túl, légy szíves. Fejlesztünk is, és nem tudom, hogy miért odaárulom, hogy itt dupláron tudnám eladni. Úgy. De a te olajad hol van, tesó? Nem találom, nem tudom, hogy hol van az olajad. Hoppá, azért az nem kicsi, lássuk be. Az ott nagyon fasza lesz. Úgy érzem, viszont annak meg nem fog örülni, hogyha ez az összes olaj, ami van itt. Bezony. Ott egy gyémánt, azt nem tudom kivenni onnan, de mondom, annyira bántóan túl nagy értéke nincs is. Még ezért kell odaárulni. Hát ebben megint egy jó kis lófaszföldet sikerült kihúznunk. Már, bocsánat, megint nem tudom, hol az egerem, srácok, nem láttátok? Ott van. A kurzorom egyébként, az egér az itt van a kezembe. Csak mondom. Ja. Na. Megy le az árat, meg konstans. Ez nem megy végül is 84 alá, úgyhogy... teljesen jó. De már megint egy szar földet kaptunk, egy szar szemét, szaralak földet kaptunk. Hát ha Dowserök, találjatok még valamit, létszik, húzzatok ki a szarból. Ki fog borulni egyébként, mert 20 000 sincs ebbe a földbe. Jó, de 20 000 lehet, hogy pont benne lesz. De lehet, hogy nem. Hát mennek el a Dowserjeim, mennek el, nincs több olaj. Nincs több olaj ebbe a földbe. Megint mi ez a fes, amit megvettem, és 18 000 van benne. Kapunk, tudom, hogy kapunk bónuszokat, meg minden, de hát akkor is. És ennyi olaj volt, nincs több olaj. 3 000 bónuszt kaptunk, és így lett 21 000. Hát ez nem túl jó. Sőt, mondhatjuk azt is, hogy kifejezetten szar.
Mondjuk mégis nekünk van a legtöbb pénzünk, és így is bőven mi szereztük a legtöbbet, vagy majdnem háromszor annyit szereztünk, mint Ricardo, aki a második legtöbbet szerezte. De nem vagyok maradéktalanul elégedett, azért ezt meg kell hagyni. Mindenesetre én egyelőre megköszönöm a figyelmet, vagy hát mára. Remélem tetszett, ha igen, adjatok egy lájkot, vagy egy kommentet a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornámra, esetleg még nem tettétek volna. És ahogy mindig, a következőben találkozunk. Sziasztok!